Isten szava a háború sújtotta világnak, Max Lucádótól. Jézusnak van szava azokhoz, akik konfliktusok közepette találják magukat egy háború sújtotta, háborútól szaggatott világban. Tudjátok, az élet egy veszélyes vállalkozás. Baljóslatú valóságok árnyékában múlnak napjaink. Az emberiség megsemmisítésének hatalma úgy tűnik, olyan emberek kezébe tétettek, akik ezt szívesen megteszik. Amikor minősített információk kerülnek vészjósló emberek birtokába, ha a rossz személy nyomja meg a rossz piros gombot, mi van, ha a dolgok csak rosszabbra fordulnak? Úgy értem, ezek a gondolatok elegek ahhoz, hogy egy embert éjjel ébren tartsanak. Krisztus azt mondja nekünk, hogy a dolgok rosszabbak lesznek. Beszél az ökológiai zűrzavarról, egy világra kiterjedő üldöztetésről és háborúról. De mindezek közepette azt mondja, hogy a bátorság még mindig lehetséges. Az egy opció. Máté 24-ben olvassuk, hogy hallani fogtok háborúkról és háborúk híreiről, de meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. Azonban ez még nem a vég. Nemzet támad nemzet ellen és ország ország ellen. Éhségek és földrengések lesznek különböző helyeken. Mindezek sok nyomorúság kezdetei, az angol Biblia szerint mindezek szülési fájdalmak kezdetei. Ez az ige szakasz a Máté 24-ből sok beszélgetés tárgya volt már. Hogy vajon Jézus egy időszakra utal ebben a korszakban, vagy a nagy nyomorúság idejére a keresztjének elragadtatása után? De függetlenül az emberek véleményétől a következő dolog igaz. Jézus azt mondja, hogy a dolgok rosszabbak lesznek. Úgy értem, nagyon-nagyon rosszak lesznek, de aztán javulni fognak. És amikor a körülmények rosszabbodnak, akkor azt mondja, vigyázzatok, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Máté 24. 6. versben. Jézus egy erős kifejezést használ itt a rémületre. Egy olyan szót, amit soha máskor nem használt. Ami azt jelenti, hogy siránkozik, vagy hangosan sír, és Jézus azt tanácsolta itt a tanítványoknak, hogy ne ijedjenek meg, ha a rossz dolgok történnek, beleértve a háborúkat is, beleértve a háborúk híreit is. Azt mondja, ez mindig meg fog történni, hogy egyik nemzet megtámadja a másikat, egyik szuperhatalom, amely dacol a másikkal, és a világ lakossága soha nem fog látni békét, valódi békét a mennynek ezen az oldalán. És ezekben az időkben Isten segítsen neked és nekem, hogy emlékezzünk Krisztus tanácsára, arra, amit mondott, hogy meglássátok, hogy ne rémüljetek meg. Más szóval, ne adjátok fel, mert hamarosan tanúi lesztek a győzelemnek. Azt mondja, aki mind végig kitart, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. 13. és 14. vers. Jézus felvértezte követőit ezzel a messzelátó bátorsággal. Felsorolta az élet összes tájfunját, majd rámutatott, hogy a végső célra nézzünk, amihez ő végső bátorságot ad. Egyik barátom szereti azt mondani, hogy a végén minden sikerül, és ha még nem sikerült, akkor az még nem a vég. S bár a gyülekezet megrostáltatik, mint Gedeon hadserege,
És bár e földet, amely isteni, éghajlati konfliktusok és véres konfliktusok sújtják, és bár úgy tűnik, hogy maga a teremtés is fennakadt a sarkvidéki tengereken, Jézus azt mondja, ne reagáld túl a dolgokat. Maradj az Úr jelenlétében, ahogy a Zsoltáríró mondja, és türelmesen várj rá, ne aggódj a gonosz emberek miatt, akik boldogulnak, vagy nyugtalankodnak gonosz terveik miatt, akik álnok tanácsokat követnek, Zsoltár 37:7 szerint. Kerüljük el a Pollyanna optimizmust. Pollyanna egy kislány volt, egy mesetörténetnek a főhőse, aki minden rosszban keresett valami jót. Tehát kerüljük a Pollyanna optimizmust, semmit sem nyerünk, ha eltusoljuk a brutalitást, amit látunk. Ez egy mérgező világ. De nem csatlakozunk a komor és végzetet váró kis csirkék kórusához sem, akik körbe-körbe szaladgálnak és ezt kiabálják, ránk szakad az ég, ránk szakad az ég. Van valami Pollyanna és a kis csirkék között, a két viselkedés között, a vaktagadás és a nyilvánvaló pánik között, ott van az egyenes, tiszta gondolkodású, még mindig hívő Krisztus követője, tágra nyílt szemekkel, de nem fél és nem hagyja megrettenteni magát a rettenetestől. Olyan, mint a háztömb legnyugodtabb gyermeke, nem a zaklatók hiánya miatt, hanem azért, mert bízik az ő bátyjában, az ő idősebb testvérében, aki megvédelmezi. Tudjátok, Isten népe tudta ezt, hogy bár hat támad rám, szívem nem fél. Ha táborfok körül nem fél szívem, ha bár hat támad rám, mégis ő benne bízom én. Zsoltár 27:3. Mikor a II. Világháború bombái lerombolták Varsót, a város fő utcáján egyetlen építmény maradt csak meg. Bár súlyosan megrongálódott, ez volt a brit és külföldi biblia társulatnak az épülete, ennek a társulatnak a lengyel székhelye volt ez. És az egyetlen éppen maradt falán tisztán olvasható volt a felirat, amely az utcáról látszott. Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédem soha el nem múlik. Ez a keresztény reménység képe. A világ összeomolhat, de Krisztus munkája megmarad. Ezért Jézus azt mondja, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, hogy ne aggódjatok. Ezek a szavak egy összpontosított figyelmet kívánnak, arra mutatnak, hogy különleges módon összpontosítsuk a figyelmünket erre, hogy ne aggódjunk, ne féljünk. Ez egy extra elhatározást jelent, megkettőzött imádságot. Nem ez az, amit Krisztus kér tőlünk ezekben a veszélyes napokban, ezen a törékeny földgömbön, ahol a hírekben összeomlásról és szabadon garázdálkodó terroristákról hallunk. Amikor minden okunk meg lenne, hogy visszahúzódjunk a rettegés és jajgatás bunkereibe. De Krisztus azt mondja, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek. Egy másik fordítás szerint, emeld fel a fejed, és ne es pánikba. Egy másik szerint, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Ez Jelenések könyvének 2. rész 10. verséből származik. 2. rész 10. vers.
Tehát, barátom, győződj meg róla, hogy a meggyőződése teljes mértékben kibírja ezeknek az ütközéseknek a stresszét. A bátorság az a félelem, amely elmondta az imáját. Imádkozz! Imádkozz! Jézus azt mondta, hogy ezek a kihívásokkal teli idők a születési fájdalmak valójában. A szülési fájdalmak kezdetei a Máté 24:8 szerint. Nos, az én füleimben, hogy a szülési fájdalmak szörnyen hangzanak, de ezek jelzik a végső lökést, más szóval arra emlékeztetnek minket, hogy csak néhány lökésre vagyunk, csak néhány óra ketyegésre az örökké valóságig. Amit most látunk, azok erre emlékeztetnek minket, hogy ilyen közel van a teremtés nagy megkoronázása, amikor is egy teljesen új világ fog megszületni. Jézus azt mondta, ezeknek a dolgoknak meg kell történniük. A kell, a muszáj az egy üdvözlő szó, amely megerősít minden eseményt, még a legerőszakosabbakat is. És emlékeztet minket arra, hogy ezek mind egy isteni terv részei. Minden próbának, minden bajnak megvan a helye Isten tervében. Minden kis és nagy dolog, minden az ő isteni céljából, szándékából ered, és az ő jó akaratát szolgálja. Amikor úgy tűnik, barátom, hogy a világ kicsúszik a kontrollból, akkor az nem úgy van. Amikor úgy tűnik, hogy azok vannak uralmon, akik a háborút koholják, akkor nem ők vannak uralmon, és nem ők tartják kézben a dolgokat. Hát vegyél egy mély levegőt, imádkozz, és meglásd, hogy meg ne rémülj. Az Úr gazdag áldása legyen veled, és ma arra kérlek téged, hogy küldjed el nekünk a te imáidat Ukrajnáért, Ukrajna népéért, akik annak az embertelenségnek a keresztüzében vannak, ami ott történik, hogy olvashassák az értük elmondott imádat, és tudják azt, hogy imádkozol értük. Úrunk, imádkozunk együtt, mint a te néped, hogy adj nekünk bátorságot, és különösen kérünk téged bátorságért azoknak az embereknek számára, akik a támadások alatt állnak, és azokban élnek. Azt kérjük tőled, drága mennyei atyánk, hogy hatástalanítsad azokat a gonosz gondolatokat, és a gonosz gondolatoknak a kigondolóit, a gonosz döntéseknek a hozóit, akik ezek mögött a gonosz támadások mögött állnak. Hogy te, mennyei atyánk, lépj közbe, avatkozz be, és te, mennyei atyánk, aki a királyok királya vagy, és a békesség fejedelme, akinek adatot minden hatalom, szóljad a nyugalom szavát ebbe a megfáradt világba. Az Úr Jézus nevében imádkoztunk. Amen.